Következő kísérletünkben azt nézzük meg, hogy miként tudjuk a magasba lőni ezt az egyszerű poharat. A pohár kilövéséhez felhasználunk egy indítóállványt, egy gázfejlesztő készüléket, és ami itt furcsa, ez a készülék. Ez a készülék tulajdonképpen ebből készült, egész pontosan ez egy hagyományos konyhai gyújtó, amelynek az elektronikai berendezését áttettük ebbe a dobozba, és hogyha a szikráztató részt rákötjük itt a két kivezetésre, akkor tulajdonképpen itt a két szikra csúcs között fog megjelenni a szikránk. Azaz, ez lesz az indításhoz szükséges szikra. Erre fogom ráhelyezni a poharat, a pohár alá pedig hidrogént fogok gyártani, méghozzá ezen a csövön keresztül, alájut, és amikor úgy gondoljuk, hogy elég hidrogén van benne, megnyomom az indító gombot, és megpróbáljuk kilőni. Nos, kezdjünk hozzá. Ehhez hidrogént kell gyártani, a hidrogén gyártásához pedig cinklemezkéket szórok bele ebbe a oldalcsöves kémcsőbe. A cink az egy szürke színű fém, csatornák bevonására szokták használni, illetve az úton, amikor látunk jelző táblákat, sokszor furcsa foltok látszódnak rajta, azok is például mind a cink bevonatot jelentik. Nos, ebbe a cinkes oldalcsöves kémcsőbe most öntök egy kis sósavat. Adjunk az érzésnek. Tegyünk bele még egy kicsit. Hidrogéngáz elindult, szintelen, szagtalan gáz, még elvileg egy szűrőt kellett volna beszerelnünk. Ezen a kis csövön már valószínűleg jön is fölfelé. Ráhelyezem a poharat, és várunk egy kicsit, hogy megteljen gázzal. Nos, mivel elég gyorsan keletkezik a gáz, szerintem már keletkezett, amennyi szükségeltetik. Megnyomom az indítógombot. Kilőttük.